Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvéreim, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösség szerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Most megáldom a barka ágakat, ezek jelképezik a jeruzsálemi nép pálma ágait, szeretetét, örömteli felkiáltását, amelyhez mi is csatlakozunk, és mi is hozsannát zengünk Jézusnak, mint királyunknak, mint a Messiásnak. Ez történik a virágvasárnapi szentmisében. Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most hallgassuk meg a virágvasárnapi körmenet evangéliumát. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé, amikor Betfage és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet Olajfák hegyének hívnak, előre küldte két tanítványát. Ezt mondta nekik, menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen ember nem ült még soha. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a szamarat, a szamár gazdái megkérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamarat? Azt felelték, szüksége van rá az Úrnak, és elvezették Jézushoz. Ott köntöseiket rávetették a szamár csikóra, és felültették rá Jézust. Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak. Áldott a király, aki jön az Úr nevében, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, Mester, intsd le tanítványaidat! Jézus azt felelte, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Ezek az evangélium igéi. Most foglaljunk helyet néhány percre, kedves testvérek! Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk össze itt Gazdagréten, hogy megünnepeljük a nagy hét kezdetét, a húsvét ünnepére való előkészület napjait, ma a szenvedés vasárnapján, amit virágvasárnapnak nevezünk,
annak az evangéliumi eseménynek emlékére, amelyet most hallottunk, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. Szeretettel köszöntelek benneteket itt Gazdagréten és a televízió kedves nézőit is, felidézve magamban azt a gyönyörű élményt, amelyben tegnap délután, virágvasárnapjának már a vigíliáján volt részem, amikor a szentföldi zarándoklatunkat éppen Jeruzsálemben a virágvasárnap útján fejeztük be. Zarándok csoportunkkal végigjártuk azt az utat, amely a hagyomány szerint az Úr Jézus bevonulásának az útja az Olajfák hegyén, amely elvezet a Getsemáni kerten keresztül a városba, és felidéztük azt a hitbeli igazságot is, hogy ezen az úton, ami messiás királyunk vonult végig. Tudjuk jól, hogy a Szentföld kegyhelyei megőrzik azoknak az evangéliumi eseményeknek emlékét, amelyek az evangéliumokban az Úr Jézus megváltói küldetését tárják elénk. Nem biztos, hogy éppen azon a földrajzi ponton történtek az adott események, de mégis nyilvánvalóan többé-kevésbé azon a helyszínen, azon a környéken. És így az arra járók, az zarándokok átélhetik azt a történelmi valóságot, amely számunkra már üdvtörténelem lett, üdvösségünknek, a megváltás titkának a folyama, amelyből számunkra az örök Jeruzsálembe való haladás és bevonulás következik. Hiszen ez az út, amit most mi végigjárunk itt Gazdagréten, ez a rövid körmenet most elvisz bennünket is lélekben, egyrészt Jeruzsálemben, reményeinkben, hitbeli, lelki előkészületünkben pedig a mennyei Jeruzsálem irányába. Ez a rövid virágvasárnapi körmenet azt jelzi számunkra, hogy mi együtt járjuk Jézus útját itt a földön, úgy követjük őt, mint életünk értelmét és vezetőjét, úgy követjük őt, mint a messiást, aki lelkünknek szabadságot, a bűntől való szabadságot, újjászületést és az örök életet adja meg. És ez az örök élet a Szentírás megfogalmazása szerint a mennyei Jeruzsálem. Ennek vagyunk várományosai, és úgy követjük Jézust, mint a messiás királyt, akinek odaadjuk egész életünket. Az Úr Jézus tanítványaival együtt vonul be a Szent Városba, hogy a megváltás nagy áldozatára előkészüljön, és az utolsó vacsora keretében majd odaadja saját testét és áldozati vérét tanítványainak és követőinek. És úgy vonul be Jeruzsálembe, hogy magával visz bennünket is, mert az ő bevonulásának a célja a szabadító áldozat és az életadó szeretet megnyilvánulása, amely majd az ő dicsőséges föltámadásában történik. Szamárháton megy, úgy, mint a béke királya, nem úgy, mint a győztes hadvezérek, akik pompás lovakon vagy harci díszekben és felszerelésekben szoktak vonulni abban az időben, hanem ő egyszerű ruhában és olyan szamárnak a hátán, amelyik Istennek szentelt állatként vonul oda Jézushoz, mint az Úrhoz, az Isten fiához. A régi hagyomány szerint, amit Istennek adtak, azt még nem vették emberi használatba. Ilyen fiatal szamárra, szamár csikóra ül az Úr Jézus is. És a proféták jövendőlései szerint bevonul, mint a békesség királya, bevonul, mint a messiás. Bizonyára ugyanolyan problémás és ugyanolyan feszült helyzet övezte ezt a bevonulást, mint amelyek ma is elő szoktak fordulni,
egy-egy társadalmi, vagy ünnepi, vagy politikai rendezvény kapcsán, amikor lehet attól tartani, hogy egyes pártok, vagy egyes mozgalmak egymás ellen fordulnak, és valami zűrzavar keletkezik, mert az egyik elismeri a vezetőt, Istentől rendelt vezetőnek, míg a másik ellene van, és kételkedik ebben. És így vonul be az Úr Jézus olyan kockázattal, hogy esetleg politikai felfordulás lesz ebből, mert őt, mint messiást éltetik. De ez mégsem történik meg, bár a farizeusok mindent igyekeznek megtenni, hogy a tanítványok elhallgassanak, de az Úr Jézus figyelmezteti őket, hogyha a tanítványai elhallgatnak, akkor bizony a kövek fognak megszólalni, mert ez a bevonulás a legszentebb áldozatnak az útja, valóban az Isten fiáé, a mi királyunké, a megváltóé, aki áldozatára készül. Mi is így követjük az Úr Jézust ezzel a bizalommal, hogy odaadjuk az életünket. A barkaágak szép jelképek, a tavasz első hajtásai, de nekünk mindent, értékeink legjavából oda kell adnunk Jézusnak. Ezt jelzi a barkaág, hogy leterítjük ruhánkat, életünket, ahogy tették ezt Jézus tanítványai, vagy a rokonszenves tömeg, aki a tanítványokhoz csatlakozva, mint egy zsoltározva, egyrészt köszöntötte a Szentvárost, Jeruzsálemet, másrészt pedig tartalommal is, messiási tartalommal is megtöltötte az Úr Jézust magasztaló gondolatokat, és hozzá kötötte a Szentváros köszöntéséhez, ahogy közeledtek az olajfák hegyéről Jeruzsálembe. Mi az élet útján, életünk minden helyzetében szeretnénk az Úr Jézust köszönteni, és ezzel a hálatelt szívvel indulunk mi is az ő nyomában. És ne feledjük el, hogy Jézus útja az mindig az áldozatok útja, a kereszt útja. Jézus azért lett emberré, azért született meg értünk, mert áldozati ajándékká akart lenni a világért, a mi üdvösségünkért. Aki hittel, hitvallással és bizalommal jár Jézus nyomában, annak számolnia kell ezzel a küldetéssel, és magára kell ezt vállalnia. Így indulunk Jézus nyomában, hogy az ő áldozati küldetéséből részt vegyünk, hogy a mi életünk is áldozattá legyen. Zarándok csoportunkkal tegnap Betlehemben miséztünk, és boldog második János pápának gondolatait idéztem, amit most is fölolvasok. Az ott mondott, 2000-ben elhangzott homiliájából emelem ki ezeket a gondolatokat, hogy lássuk Jézus útja, az öröm útja, az élet útja, a mi emberségünknek az útja, melyben ott van a szenvedés, hogy aztán benne legyen Krisztussal együtt az élet és a föltámadás is. Az isteni önkiüresítés nagy misztériuma, megváltásunk műve, mely a gyöngességben valósul meg, nem könnyű igazság. Az üdvözítő éjszaka a betlehemi barlang sötétjében, csöndjében, szegénységben született. A nép, amely sötétben járt, nagy fényességet látott. A halál árnyékában ülőknek világosság támadt, hirdeti Izajás. Ez a hely megismerte az elnyomás igáját és botját. Ezeken az utcákon hányszor lehetett hallani az ártatlanok kiáltásait. Az üdvözítő születési helye fölé épített nagy bazilika is olyan, mint az idők viharaitól vert erődítmény. Jézus bölcsője mindig a kereszt árnyékában van. A betlehemi születés csöndje és szegénysége egy valóságot alkott a Kálvária fájdalmaival, sötétjével és halálával.
A bölcső és a kereszt, a megváltó szeretetnek egy és ugyanazon misztériuma. A test, amit Mária jászolba fektetett, azonos a kereszten föláldozott testtel. Talán nem is gondolják sokan, hogy földrajzilag is milyen közel van Jeruzsálem és Betlehem. Igaz, hogy most betonfalak választják el a két települést egymástól, de a megváltás titkában egybecseng a két város üzenete. Az ember hivatott az életre, mert Isten fia emberré lett, és hivatottak vagyunk az isteni életre, mert az értünk meghalt üdvözítő föltámadt. Ezért mondhatjuk mi is bátran, Hozsanna Dávid fiának, a mi megváltónknak. Ezzel a gondolattal kezdjük meg a körmenetünket, és most, kedves testvéreim, induljunk el azon az úton, amely a Jeruzsálem és az örök mennyei Jeruzsálem úti célját tartja szem előtt. Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és énekszóval induljunk békében. A segítőink mindenkinek adnak majd egy-egy barka ágat, legyen ez emlék számunkra. A Krisztus követés emléke, először majd a leendő első áldozó gyerekek állnak be mögénk a körmenetben, és aztán a kedves testvérek így az ülő szektorokból kérem, hogy csatlakozzunk a körmenethez, itt a jobb oldali ajtón kimegyünk, és majd a középső bejárati ajtón érkezünk vissza ide, közben pedig énekszóval köszöntjük az Urat.
Mindenható örök Isten, üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszt halált. Segíts jóságosan, hogy kényszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Izaiás így jövendelte a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelente ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet, és én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, és tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért vagy meg?
messze kiáltásom szabadul. Én Istenem napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz, és éjjel is nem figyelsz rám. Én pedig féreg vagyok, már nem is ember, az emberek gyalázata és a nép megvetettje. Átjuggatták a kezemet és lábamat, és megszámlálták minden csontomat. Csak néznek és szemlélnek engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem az én védelmemre siess. És én hirdetem testvéreimnek a te nevedet, az egyháznak közepette dicsérlek téged. És hirdettetik az Úr a jövendő nemzedéknek, a népnek, mely egykor születik, melyet majd az Úr teremt. Kedves testvéreim, most Urunk szenvedés történetét hallgatjuk, amint említettem, ülve, de a megváltás szent pillanataira, az Úr Jézus kereszt halálának felidézésére letérdelünk, illetve felállunk majd. A mi Úrunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Lukács szerint. Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országa. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt. Vegyétek, osszátok szét magatok közt. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből, addig, amíg el nem jön az Isten országa. Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek! Az áruló keze is rajta van az asztalon. Az emberfia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt megteszi. Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik. A királyok uralkodnak a népeken, és akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig, mintha a szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az,
aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, amint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet. Uram, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled. Ő azonban így válaszolt. Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem. Aztán tovább beszélt hozzájuk. Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben sem. Felett. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő. Ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik. Uram, nézd, van két kard. Erre csak annyit mondott. Elég. Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta nekik. Imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Azután, mint egy kőhajításnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt. Miért aludtok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette egy a 12 közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, rácsunk kardot ellenük! Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. De Jézus leintette. Hagyjátok, elég. Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta. Mint egy rabló ellen úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal. Naponta ott voltam a templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé. Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült.
Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte. De Péter tagadta. Asszony, nem is ismerem őt. Nem sokkal ezután más valaki is észrevette. Péter tiltakozott. Ember, nem tartozom közé. Telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta. De igen, ez is vele volt, hiszen galileai. Ember, nem tudom, hogy mit beszélsz. Még ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, és rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle, és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették. És mindenféle szitkokat szórtak rá. Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép fénei, a főpapok meg az írástudók és a tanácsuk elő állították. Ha te vagy a Messiás, mondd el nekünk! Így válaszolt rá. Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni. Erre egyszerre közbe vágtak. De hát, te vagy az Isten fia! Ő pedig ezt mondta nekik. Magad mondod. Van még tanukra. Magunk hallottuk a saját szájától. Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, hogy névútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adófizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király. Pilátus megkérdezte tőle. Te vagy-e a zsidók királya? Magad mondod. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek. Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősködtek. Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes ekkor udvarával együtt gúny tűzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok,
semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátani egy foglyot. Az egész nép ekkor kiáltozni kezdett. Vesszen el! Bocsáss szabadon, Barabást! Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak. Keresztre! Keresztre vele! Harmadszor is megkérdezte. De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem, és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged a követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézus pedig kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállították egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani. Boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyek. Omoljatok ránk és a domboknak, takarjatok el, mert ha a zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat nem mentett, most nincsenek magát, ha ő a messiás, az Isten választottja. Gúnyt üztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadíts meg magadat! Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek. Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd hát meg magadat és minket is. A másik rászólt. Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A 6 óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9 óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönyek középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét.
Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: ez az ember valóban igaz volt. Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán a mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt. Volt egy József nevű derék és igazi férfi, Júdea Arimátea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. És elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba gyöngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és kenetet vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték. Ezek az evangélium igéi. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Hallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk. Szed árán váltottál meg bennünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltó kereszt halálod által adj örök életet az elhunyt híveknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszt halál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre,
hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. És az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számukra a lélek italat. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, egyszülött fiad szenvedése, engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Emeljük föl szívünket, emeljük az adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Illó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vallott. Az ő halála bűneinket elvette, és feltámadása megigazulást adott nékünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Szent Húsz,
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat érjegyünk, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teleket. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Legyen békesség veletek. Béke veletek. Oh, it's the time.
Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval, és meggyógyul a szívemkem. Thank you.
Jézus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, hívess meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kiszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeimmel, teljesen engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oldalmazz engem. Halálom óráján, hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökön. Könyörögjünk. Mennyei jeleddel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy a mai ünnepi szentmisénkkel megkezdtük a nagy hét ünneplését. A Szent Három Napnak szertartásai itt Gazdagréten, nagy csütörtökön este 6:30, nagypénteken is este 6:30 kezdődnek, nagy szombaton a húsvét vigiliája pedig 10:45. Húsvét vasárnapon és húsvét hétfőn 10 órakor lesznek az ünnepi szentmisék. Mindezeket reményeink szerint és terveink szerint a Pax Televízió élő adásban fogja közvetíteni. Így kedves nézőink is bekapcsolódhatnak a televízió segítségével a húsvét ünneplésébe, különösképpen azok, akik otthonukhoz vagy ágyukhoz kötöttek. Szeretettel jelzem azt is, hogy ma lélekemelő egyházzenei eseményre került sor templomunkban. Bach János passiója hangzik majd el. Este 6 órai kezdettel, neves előadó művészek tolmácsolásában. A belépés díjtalan, de adományokat gyűjtünk a szervezés, illetve az előadás kiadásaira. Jöjjünk el minél többen, hívjuk ismerőseinket, barátainkat is. Szeretettel hirdetem a továbbiakban, hogy közeledik Szeba testvér pappá szentelésének ünnepe, mely április 6-án lesz. Április 7-én pedig az első szentmiséje, és ennek keretében lesz az idei első áldozás is gyermekeink számára, akik most itt együtt vettek részt a szentmisén, hitoktatójukkal, Gabi nénivel együtt. Imádsággal kísérjük őket az oltári szentség vétele előtt, hogy igazi találkozás és az életre szóló együttlét és lelki táplálkozás kezdete legyen az ő első áldozásuk. Továbbra is szeretettel kérem a televíziós mise közvetítésekhez a támogatásotokat, mind a jelenlévőktől, mind pedig a televízió kedves nézőitől, akik szeretnének média apostolok lenni, támogatni bennünket, jelezzék szándékukat a 061-707-3300 telefonszámon. Most pedig fogadjuk a Jóisten áldását az idei húsvét ünneplésére és Krisztus követő életünkre, hogy mindig bátran hirdessük szóval és tettel, hogy Jézus az Úr, Dávid fia, a mi messiásunk, lelkünk szabadítója, életünk ura. Mind a jelenlévőkre, mind pedig a televízió kedves nézőire kérem Isten áldását. Az Úr legyen veletek! És a telek. Isten az irgalmasság atya, aki egyszülött fiának kínszenvedésével példát adott a szeretetre,
adja meg nektek, hogy Isten és az emberek szolgálata által elnyerjétek áldásának mérhetetlen ajándékát. Adja meg nektek a boldog örök életet, miután földi halálával megmentett az örök haláltól, amint ezt hittel valljuk. Kövessétek az ő alázatosságának példáját, hogy vele együtt eljussatok a feltámadás dicsőségébe. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.